Ünnepnap. Ma veszi át hivatalosan az Európai Unió tanácsának soros elnökségét Románia. Bukarestben vannak az EU vezetői, miközben a fővárosban totális belpolitikai háború dúl. Honfoglalás. Terjeszkedik a Sapientia, új kampusz épül Sepsiszentgyörgyön, ahol a már meglévő agrármérnöki szak mellett két új képzés indul. Köszöntöm Önöket a híradóban! Ma este a Román Athénaumban rendezett hivatalos ceremónián veszi át Románia az Európai Unió soros elnökségét. A rendezvényen beszédet mond az Európai Bizottság elnöke Jean-Claude Juncker, az Európai Parlament elnöke Antonio Tajani, az Európai Tanács elnöke Donald Tusk, valamint Viorica Dăncilă, román miniszterelnök. Jelen lesznek továbbá az Európai Bizottság biztosi kollégiumának tagjai is. Az ünnepi hangversenyen a 28 Európai Uniós tagállam zenészeiből álló szimfonikus zenekar, valamint több neves romániai előadó művész lép fel. És ezzel a témával folytatjuk. A telefonnál Muradin János, egyetemi adjunktus, az európai ügyek szakértője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Románia elnöksége kapcsán számos fanyalgás és kritika jelent meg a külföldi sajtóban, de az elnöki hivatal részéről is. Hogy látja, megalapozottak ezek a félelmek, illetve a technikai vetületen túl Románia profitálhat-e ebből a 6 hónapos mandátumból? Igen, sajnos valóban megalapozottak ezek a félelmek, hiszen arról van szó, hogy a soros elnökség minden egyes ország számára, aki ezt a funkciót ellátja, prioritást jelent. Tulajdonképpen egy presztízs kérdés, hiszen az illető ország nemzetközi figyelem középpontjába kerül, és nem csak az Európai Unión belül, hanem azon kívül is. Tehát ezért nagyon fontos, hogy milyen imást mutat magáról az az illető ország, illetve mennyire tudja a saját értékeit, a saját elképzeléseit, céljait megvalósítani. Sajnos a román EU elnökség prioritási listáján kevés konkrétumot, jóformán mondhatnánk, nem találunk konkrétumot, hiszen ilyen dolgok hiányoznak belőle, mint a Brexitnek egy konkrét ütemterve, levezetése, a tulajdonképpeni költségvetési kérdés, tehát az Európai Uniós nagy 7 éves költségvetés, 2021-27-es költségvetésnek ugye a rendezési prioritásai, többek között a Schengen övezethez való csatlakozás, vagy a nyugat-balkáni Európai Uniós csatlakozás előmozdítása. Ezek olyan konkrétumok lennének, amelyekben a román elnökség sikert mutathatna fel, és ezáltal nyilván önmagát is az állam előtérbe helyezve sokkal inkább a diplomáciában előnyt tudna fabrikálni ebből az elnökségből, mint ahogy jelenleg ugye ezzel a prioritási listával indul, hiszen nem találunk benne olyan konkrétumot, amivel tulajdonképpen kirína a korábbi elnökségek listáiból, prioritási listáiból. Végül is egy teljesen semmit mondó lista áll előttünk. Mennyire lehet rendhagyó Románia elnöksége? Rendhagyó lehet, hiszen az az igazság, hogy a kiemelkedő elnökséghez nyugalom kell, illetőleg olyan nemzetközi környezet, ahol ezeket a prioritásokat meg lehet valósítani. Sajnos a mostani EU elnökség előtt óriási kihívások állnak, hiszen többek között ugye a Brexit megbonyolítása, nem beszélve a választásokról, tehát az Európai Unió intézményrendszerének megújulásáról, többek között az Európai Parlamenti választásról, olyan kérdések kerülnek előtérbe, amelyek nem feltétlenül Romániára vonatkoznak, vagy a román érdekeket jelentik, hanem összeurópai kérdések, és így a román lényeges kérdésekről tulajdonképpen eltereli a figyelmet. Tehát Romániának nagyon erőteljesen oda kéne lépni, hogy tulajdonképpen a saját érdekei megjelenjenek ebben az elnökségben. Sajnos ebben sem a kormány, sem az államelnök nem volt a helyzet magaslatán, és odáig fajulni a dolgokat, hogy hát Románia úgy indul az EU elnökségre, hogy tulajdonképpen hiányos kormánnyal és egy elég rossz országimással, ahol tulajdonképpen azt látjuk, hogy mind Románia belpolitikájában, mind külpolitikájában óriási viták, nézeteltérések, összhanghiány uralkodik. És ezt a külföld is látja, ami sajnos a román EU elnökségre rányomja a pecsétjét. Köszönjük szépen, hogy válaszolt kérdéseinkre. Én is köszönöm, viszont hallásra.
Jordi Csamba európai ügyekért felelős miniszter már bemutatta az elnökség prioritásait Brüsszelben az általános ügyek tanácsának évkezdő ülésén. A kormányfő pedig jövő hét elején Strasbourgba utazik, ahol több találkozón vesz részt, és a maga részéről is ismerteti az elnökség prioritásait az Európai Parlamentben. Bemutatjuk, hogy melyek ezek. A román EU elnökség hivatalos honlapján a www.romania2019.eu oldalon ismerteti a kormány Románia prioritásait az elkövetkezendő 6 hónapra. A prioritások 4 oszlopba sorolhatók, ezek a konvergencia Európája, a biztonság Európája, a közös értékek Európája és Európa mint regionális tényező. A konvergencia Európája oszlopának legfontosabb célkitűzése, hogy haladást lehessen felmutatni a 2021-27 közötti uniós költségvetés véglegesítését szolgáló tárgyalásokon, hisz egyelőre jelentős eltérések mutatkoznak a keleti és a nyugati tagállamok nézőpontjai között. Ezt a célkitűzést tartják egyébként a legfontosabbnak. Ugyanennek az oszlopnak a keretébe tartozik a szociális jogok európai irányelvének a gyakorlatba ültetése, a beruházások ösztönzése a gazdasági és monetáris unió elmélyítése céljából, a kutatás, az innováció, a digitalizáció és az összekapcsolhatóság elősegítése az európai versenyképesség megőrzése érdekében. A biztonság Európájának oszlopa, mint nevéből is következik, egy biztonságosabb Európa megteremtését célozza, a tagországok biztonsági rendszereinek összehangolásával, a terrorizmus visszaszorításával, de az európaiak kiberbiztonságának megerősítésével is. Ide tartoznak továbbá a migrációval kapcsolatos kihívások is. A tagállamoknak meg kell találniuk a közös hangot ennek a jelenségnek a kezelésére, és össze kell hangolniuk a menekült politikájukat is. A közös értékek Európájának oszlopába az egyre szélesebb körben elharapózó szélsőséges, rasszista, idegengyűlölő, populista, antiszemita és intoleráns gondolkodás visszaszorításának célkitűzése került. Kapcsolódik hozzá az álhírek elleni fellépés, különböző nevelési programok indítása. Fontos eleme a nemek közötti, még mindig fennálló hátrányos megkülönböztetés megszüntetése. Európának továbbá erősebb világpolitikai szereplővé kell válnia. Ennek érdekében növelnie kell közös védelmi kapacitásait, elő kell segítenie a nyugat-balkáni régió államainak csatlakozási erőfeszítéseit, újra kell gondolnia és megerősítenie a keleti partnerséget, és ösztönözni a nemzetközi kereskedelem akadálymentes bonyolítását. Románia soros elnökségének részletes programját január 15-ére ígérte a kabinet. A Románia és Lengyelország közötti diplomáciai kapcsolat 100 éves évfordulójának megünneplésére érkezett Bukarestbe Jacek Csaputovics lengyel külügyminiszter. A rangos vendég Románia soros uniós elnökségének megkezdése kapcsán is egyeztetett kollégájával, Teodor Melés Kánuval, illetve fogadta őt Vio Ricardon Csilla miniszterelnök is. Románia és Lengyelország 100 éve létesítettek diplomáciai kapcsolatokat, ennek kapcsán a kétoldalú kapcsolatokat dokumentáló iratok digitalizált archívumát nyújtotta át Teodor Melés Kánu külügyminiszter lengyel kollégájának. A felek az uniós ügyekről is egyeztettek annak apropóján, hogy Románia átveszi az Európai Unió tanácsának soros elnökségét. A jelenleg legégetőbb kihívás a következő pénzügyi ciklus költségvetésének az elkészítése. Ennek kapcsán Lengyelország és Románia álláspontja hasonló, de ellentétes a nettó befizető nyugati tagállamok álláspontjával. Üdvözöltem, hogy közös álláspontot képviselünk, ami a kiegyensúlyozott európai költségvetést illeti, amely megőrzi a közös kohéziós és agrárpolitika elsődlegességét a következő pénzügyi ciklusban. Ugyanakkor megfelelő választ biztosít az Európai Uniót érő új kihívásokra. A lengyel külügyminiszter a maga részéről a mindenki által elfogadható megoldásokat hangsúlyozta, tekintve, hogy jelenleg Lengyelország a legtöbb tagállam és az Európai Bizottság által is keményen bírált különutas politikát folytat az unión belül. Látogatásom azt az elkötelezettséget mutatja, amelyet az európai uniós partnerekkel való együttműködés iránt táplálunk, és azt az óhajunkat, hogy mindenki által elfogadott megoldásokat találjunk, és döntéseket hozzunk az Európai Unió jövőjének építéséhez. Hozzátette, Lengyelország szándéka, hogy támogassa a román elnökséget a prioritások teljesítésében. Hangsúlyozta ugyanakkor azt is, hogy a két állam azonos álláspontot képvisel a transzatlanti kapcsolatok stratégiai fontosságú védelmi elemét illetően. Vio Ricardon Csilla miniszterelnök nem mond le Liaul Guca Vasilescu és Mircea Dragic nevesítéséről. Továbbra is őket javasolja a regionális fejlesztési, valamint a szállításügyi tárcák élére. Az államfő a héten közölte, hogy nem nevezik ki őket, ma levélben indokolta meg döntését.
eleget téve az Alkotmánybíróság határozatának. Azt írta, a jelölések nem tettek eleget a törvényi követelményeknek. Az államfő az alaptörvény a kormánytagi tisztségek összeférhetetlenségére vonatkozó 105-ös cikkeire, illetve a kormány és a minisztériumok struktúráját és működését szabályozó 2001/90-es törvényre hivatkozva azt állítja, a PCD miniszterjelöltjei nem felelnek meg a jogszabályok előírásainak. Liaul Guca Vasilescu a Romania TV-nek adott telefonos interjúban azt mondta, az államfőnek semmilyen törvényes oka nincs visszautasítani miniszteri kinevezését. Egy 2008-as precedensértékű alkotmánybírósági döntés szerint az államfőnek csak egyszer van joga visszautasítani a miniszterelnök jelöltjeit. Éles vita alakult ki a kelet és a nyugat-európai politikusok között ma az Európai Parlament közlekedési szakbizottságának ülésén. Egy jogszabálytervezet ugyanis a közép-kelet-európai fuvarozók kiszorítását eredményezte volna az európai piacról, az Európai Parlament épülete előtt romániai és más kelet-európai fuvarosok tüntettek. Sípolva vonultak fel Brüsszel utcáin a román fuvarozók, majd az Európai Parlament épülete előtt álltak meg. Ugyanolyan törvényeket keletnek és nyugatnak, mi nem csak piac akarunk lenni, ilyen feliratú transzparensekkel tiltakoztak. A tüntetést az Európai Parlament közlekedési szakbizottságának az ülésére időzítették, itt szavaztak ugyanis arról a jogszabálytervezetről, amely arra kötelezte volna a nemzetközi fuvarozási cégeket, hogy minden egyes országban, amelyen áthaladnak, a helyileg meghatározott bérezést biztosítsák a kamion, illetve buszsofőröknek. Ez hátrányosan érintette volna a kelet-európai cégeket, ezért az ülésen az érintett országok politikusai pártcsaládtól függetlenül ellene szavaztak a tervezetnek. Nyilvánvalóan arról van szó, hogy nekünk meg kell védeni a magyar, vagy a román, vagy a bulgár fuvarozók és az ottani munkavállalók érdekeit. Nem alakult ki a végén döntési helyzet a bizottságban, ezért azt hiszem tovább tolódik és tovább megy, majd a szkander a kelet- és nyugat-európai európai parlamenti képviselők között. Ott volt a tüntetők között az Európai Parlament munkaügyi bizottságának a tagja Sógor Csaba is. Az új irányelv, amit a közlekedési szakbizottság elé vittek ma délelőtt, ez korlátozni akarta a kelet-európai fuvarozók jogait. Nekünk meg az a feladatunk, hogy kiálljunk a kelet-európai, közép-kelet-európai fuvarozók jogaiért. Amennyiben a továbbiakban sem tudnak kiegyezni a tervezetet ellenző és támogató politikusok, úgy a döntés a következő parlamenti ciklusra tolódik át. Történelmi mélypontra zuhant a lej az euróhoz képest. A Román Nemzeti Bank által közölt mai árfolyam szerint 1 euró megközelítette a 4 lej 68 banit. A román fizetőeszköz szerdán lépte át először a 4 lej 67 banis lélektani határt. A korábbi csúcsot tavaly június második felében jegyezték. Ma a lej tovább gyengült az európai fizetőeszközhöz képest. Szakértők szerint korántsem kizárt, hogy az euró évvégéig jóval a 4 lej 70 banis szint fölé emelkedik. Tovább terjeszkedik a Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem. A magyar kormány támogatásával új kampusz épül Sepsiszentgyörgyön, ahol a már meglévő agrármérnöki szak mellett két új képzést indítanának a közeljövőben. A Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem jelenleg 3 karral rendelkezik, de 4 városban vannak képzései. Sepsiszentgyörgy a legújabb helyszín, itt 3 évvel ezelőtt indították az agrármérnöki szakot. Az egyetem vezetősége újakat indítana. Az ehhez szükséges infrastruktúrát szeretnénk megteremteni, hiszen most bérelt épületben vagyunk, és a továbbfejlesztés ott nem lehetséges, és ezért szeretnénk a saját kampuszunkat vagy épületeinket megépíteni. Magyarország kormánya ezért 4 milliárd 150 millió forintot, azaz megközelítőleg 13 millió eurót utalt erre a célra. Erdőmérnöki lenne az új szak, ezt a Soproni Egyetemmel partnerségben indítanák már jövő tanévtől. 12 szakmai alapozó
illetve szakmai tárgyat vállaltunk fel, de nyilvánvalóan hosszú távon az lenne a cél, hogy helyi szakemberekkel, helyi oktatókkal, tudósokkal lehessen ezt a képzést vinni. Ehhez is segítséget kívánunk nyújtani, hiszen az Erdészet és Hadgazdálkodás Tudományi Doktori Iskolánkban jelenleg is erdélyi hallgatóink vannak, akik nem sokára doktori fokozatot szereznek, és hát korábban is már voltak Erdélyből, Székelyföldtől származó végzettjeink. Ezen kívül a Szapiencia Egyetem egy testnevelés szakot is indít, elsősorban a székelyföldi sportélet felkarolása érdekében. Úgy indulna ez a képzés, hogy másodévente indul Sepsiszentgyörgyön egy labdajátékok nyári sportokat tömörítő ugye szakképesítés, és minden másodévben meg a téli sportokat azt Csíkszeredában indítanók, de a tanári gárdát azt fel tudjuk használni mindkét helyszínen. Csíkszeredában a Székelyföldi Jégkorong Akadémiával már létezik egy együttműködés. Ennek keretében jött létre a Szapiencia U23-as jégkorong csapata, amely a román jégkorong bajnokságban szerepel. A Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetemet megalapítása óta Magyarország kormánya finanszírozza. Jelenleg 30 alapszakot és 12 mesteri szakot működtet 4 helyszínen. Örökségünk ürei Szatmáron is. Beszámolunk róla a híradó második felében. Visszarepül. A korábban közölt időpontnál 2 héttel korábban újraindítja a Marosvásárhely-Bukarest repülőjáratot a Tarom légitársaság. Műemlékőrzők. Évről évre népszerűbb az örökségünk őrei vetélkedő, amely Erdély 9 megyéjére terjed ki. Szatmárból is bekapcsolódtak a diákok. A korábban közölt időpontnál 2 héttel korábban indítja újra a Marosvásárhely-Bukarest repülőjáratot a Tarom légitársaság. A Maros megyei önkormányzatnak és a légikikötő vezetőségének ugyanis sikerült jobb belátásra bírni a Román Nemzeti Légitársaságot. Híradunk a héten számolt be arról, hogy a Tarom légitársaság február 28-áig felfüggesztette járatait a Marosvásárhely-Bukarest vonalon. A döntés értelmében a repülőjáratokat közel 3 hónapig megszüntette volna a megyeközpont és a főváros között a Tarom. A bejelentés övön alulinak bizonyult a marosvásárhelyi reptér vezetése számára. Nagyon sok beszélgetés volt velük, mi eléggé sértve éreztük magunkat, mikor kivették, viszont annak most örvendek, hogy előbbre hozták az indulási pontot. Én azt hiszem, a Bukaresttel való összekötetés is számunkra nagyon fontos. Számos nem csak a marosvásárhelyeknek, nem csak a maros megyéjeknek, hanem sőt mindazoknak, akik a marosvásárhelyi repülőteret használják, és a szolgáltatásaikat igénybe veszik. Én nagyon remélem, hogy az elkövetkező időszakban a tárgyalások még eredményesebbek lesznek, mert kértük, hogy több járat legyen. A tárgyalások során sikerült elérni, hogy a légitársaság február 7-től ismét indítson járatokat Marosvásárhely és Bukarest között. A Bukarest-Marosvásárhely vonalon minden csütörtökön és vasárnap 21 óra 20 perckor száll fel, és 22 óra 30 perckor érkezik a repülő. A Marosvásárhely-Bukarest vonalon minden pénteken és 75 óra 40 perckor száll fel, és 6 óra 50 perckor érkezik a Tarom járata. A megyei önkormányzat most arra próbálja rábírni a Tarom vezetését, hogy heti 3 járatot indítson Marosvásárhelyről. Helyi sütésű, friss, jó minőségű kiflit kapnak hétfőtől Hargita megye több településén is a diákok. Az erre vonatkozó szerződést Borboly Csaba, a Hargita megyei tanács elnöke ma írta alá a Hármopán RT-vel. Sajtótájékoztatón kóstolhatták meg az újságírók azt a péksüteményt, amilyent a tejkifli program kedvezményezett diákjai kapnak Hargita megyében. Az előző beszállítóval decemberben volt kénytelen szerződést bontani a megyei tanács, mert nagyon sok volt a termékek minőségével kapcsolatos reklamáció, és többször meg is bírságolták az illető céget. A megyei tanács elnöke Borboly Csaba úgy véli, most megbízható partnert találtak, ráadásul helyi vállalkozást erősítenek. Ez mintegy 10 000 gyereket érint, és az az elvárásunk, hogy egészséges és finom termékeket kapjanak a gyerekek, és nem utolsó sorban az is egy szempont, hogy egy Hargita megyei cég tudja szállítani, amelynek valószínűleg az üzleti tevékenységében ez jelent egy pluszot.
A szerződő Hármopán RT igazgatója elmondta, nem először szállítanak az iskolai tejkifli program keretében a megyei tanácsnak, de a korábbi liciten alul maradtak a jóval ár alá kínáló konkurenciával szemben. Amikor újra licitáltunk gyakorlatilag, akkor elvesztettük ezt, mert alánk ment az árral a konkurencia, és úgy gondoltuk, hogy azért az árért azt a minőséget nem lehet legyártani, és akkor inkább nem is csináljuk. Tehát hogyha valamit csinálunk, akkor azt megfelelő minőségben szeretjük csinálni, mert akkor nincsen reklamáció. Borbó Csaba megyei elnök arra biztatja a tanintézeteket és szülőket, hogy amennyiben elégedetlenek a program keretében szállított termékek minőségével, jelezzék azt a megyei tanácsnak, a fogyasztóvédelemnek és az egészségügyi hatóságoknak. Így szükség esetén lesz jogi alapja a szerződésbontásnak. Évről évre egyre népszerűbb az örökségünk őrei vetélkedő, immár Erdély 9 megyéjére terjed ki a program. A 2018-2019-es versenyben 37 csapat vesz részt, ez az első alkalom, hogy Szatmár megyei iskolák is beneveztek. A diákok nem csak a virtuális térben népszerűsítik a műemlékeket, különböző programok révén élettel töltik meg az örökbefogadott épületeket. 1804-ben gróf Károly Józsefné engedélyével eladták az akkori városházát, hogy helyette nagyobbat építsenek. Interaktív idegenvezetést tartanak a diákok a nagykárolyi polgármesteri hivatalban. A műemléket azért fogadták örökbe a diákok, mert a hozzá kapcsolódó érdekességeket szeretnék minél szélesebb körben megismertetni, elsősorban diáktársaikkal. Ebben az épületben találkozott ugyanis Petőfi Sándor és Szendrei Júlia, itt táncoltak együtt a híres Szatmári megyebál alkalmával. Az örökségünk őrei vetélkedő során a diákok igyekeznek az általuk kiválasztott épületeket úgy népszerűsíteni, hogy minél többen felfigyeljenek rá és bevonzzák oda társaikat, akár egészen szokatlan rendezvényekkel. A Szatmárnémeti zsinagógában például slam poetry estet tartottak. Azért tartom jó kezdeményezésnek ezt az egészet, mert úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a városra megismertessük a műemlékeit, és nem csak, hogy megismertessük, hanem a város be is vonjuk ebbe az egész programba, mivel ezáltal nem csak, hogy megismerik, hanem részt is vehetnek abban, hogy szebbé tegyük őket. Szatmár megye először csatlakozott az örökségünk őrei versenyhez, 10 csapat fogadta örökbe a térség legizgalmasabb műemlékeit a református gimnáziumtól kezdve a Szatmár Németi Püspöki palotáig. Ez egy pozitív visszajelzés számunkra, illetve a rendezvény számára, illetve az is egy hatalmas erőrelépés, hogy így 3 hónap táblatában látjuk, hogy teljes mértékben lelkesedéssel indultak neki, számos rendezvényt szerveztek az örökbefogadott épület körül. Az RMDS 2012-ben indította el a nagy sikerű vetélkedőt, mert úgy érezték, hogy akkor van jövő Erdélyben, ha a fiatalok otthon érzik magukat, sajátjuknak érzik az épített örökségeket. Hargita fürdőn edzenek a sílövők, sporthírekkel folytatjuk. Jelentősen javított a versenyben elfoglalt helyén Gyenes Emmanuel szatmárnémeti motoros a Peruban rendezett Dakar Rally 3. szakasza után. A San Juan de Marcona és Arequipa közötti 331 kilométeres időmérő szakaszt az 51. helyen fejezte be, és összetettben feljött az 52. helyre a korábban elfoglalt 63. pozícióból. A kartörése után alig felépült versenyző saját bevallása szerint egyre jobban érzi magát a dűnék között, amelyeket a tegnapi szakaszon 2000 méter tengerszint fölötti magasságban lovagoltak meg a résztvevők. Igaz, még mindig érez fájdalmat, és ezért néha óvatosabb, mint tőle megszokhattuk, de ebben a helyzetben is remekül helyt áll. A műszaki segítséget nélkülöző Malle Moto osztályban például a 4. lett a szakaszon. A 4. szakaszt Arequipa és Tacna között rendezik az eddigi leghosszabb időmérő távval 405 kilométerrel. Erősít a bajnoki dobogó célzó csíkszeredai Imperial Vet teremlabdarúgó csapata. Az argentin Lucas Francini az olasz másodosztályban szereplő Futsal Marigliano csapatától érkezik, de játszott az olasz élvonalban is a Montesilvano csapatánál. Utóbbinál 18 mérkőzésen 5 gólt szerzett.
Kihasználják a csíkszeredai sílövők a kiváló hóviszonyokat Hargitafürdőn, ahol a felnőtt válogatott éléről visszavonult Márton Simon mesteredző neveli a jövő bajnokait. Ma már egykori kiváló tanítványa, Tófalvi Éva is segíti munkáját. A közelmúltban pótolták be a tavaly hóhiány miatt elmaradt országos bajnokságot, ezen a még ifjúsági korosztályú Márton Enikő a második helyen végzett. Jelenleg ő a romániai biatlonsport legnagyobb reménysége. Nem is találtuk Hargitafürdőn, hisz ő pályafutása első világkupa futamain indul a napokban. Egyelőre nincs komolyabb elvárás irányában, azonban a hónap végén részt vesz több, szintén külföldön edzőtáborozó társával együtt az ifjúsági világbajnokságon is, ahol már tavaly bizonyított. Az ifjúságiak készülnek a világbajnokságra, innen Csíkszeredából most vannak vagy 6, akik fognak részt venni, és azután van az ifjúsági olimpia, ami Szarajevóban van, az februárban. Most ez nekünk a legfontosabb célkitűzés, és itt szeretnénk jó szerepelni. Tavaly már az ifjúsági világbajnokság a 7. óta szerintem az óriási eredmény. Ami pedig az ifjúsági olimpiát illeti, Márton Simon abban bízik, hogy tanítványai ott lehetnek az élmezőnyben, ha nem tévednek sokat a lőtéren. A csíkszeredai sílövők eddig 5 érmet gyűjtöttek az ifjúsági olimpiákon, előbb-utóbb egy arany is lesz belőle, bizakodott. Ami biztos, tehetségekből nincs hiány, azonban az anyagi háttér szűkössége behatárolja a lehetőségeket is. Az iskolás sportklubnál évről évre egyre kevesebb a juttatás, a legjobbak a szövetség pénzén utaznak a versenyekre, edzőtáborokba, de az a forrás is szűkös. Így pedig nagyon nehéz megküzdeni a sportág nagyhatalmaival, Németországgal, Norvégiával, Oroszországgal. Eddig tartott a híradó, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!